Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket keddi tájékoztatónkon. Elsőként kérem hallgassák meg az operatív törzs ügyeleti központ vezető helyettesének, Kis Róbert rendőr alezredes úrnak a tájékoztatását. Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm Önöket. Mielőtt rátérnénk az elmúlt 24 óra intézkedési adataira, ismét a védekezéssel összefüggésben egy fontos jogszabályra szeretném ráirányítani a figyelmet. Újabb a járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lépett hatályba mai naptól. Miniszterelnök úr tegnapi bejelentése alapján a kormány elfogadta az idősek tanácsa javaslatát, így a magyar közlönyben kihirdetésre került és a mai naptól hatályba is lépett az idősebb honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések. A jogszabály a mai naptól minden hétköznap reggel 9 óra és 11 óra között, illetve hétvégén reggel 8 óra és 10 óra között bevezeti az idősek vásárlási idősávját. Ebben az időintervallumban csak a 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírtermékeket árusító üzletbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletbe, a gyógyszertárakba. Ezekben az üzletekben idősebb honfitársaink a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. A jogszabály továbbá megfogalmazza azt is, hogy a védett vásárlási idősávra vonatkozó szabályok betartatására az üzlet üzemeltetője, illetve az üzlet alkalmazottja köteles gondoskodni, amennyiben ebben a védett vásárlási idősávban olyan szemét észlelnek az üzlet területén, akire a védett vásárlási idősáv nem terjed ki, abban az esetben kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket, a jogsértő szemét fel kell szólítani az üzlet elhagyására, és amennyiben ennek a személy nem tesz eleget, abban az esetben intézkedni kell a hívásfogadó központon keresztül a rendőrség értesítésére. Azért, amennyiben az üzemeltető vagy annak az alkalmazottja elmulasztja a védett vásárlási idősáv védelmére vonatkozó védelmi intézkedések betartatására vonatkozó szabályokat, abban az esetben a rendőrség közigazgatási hatósági intézkedést is tehet. Kérjük, hogy az idősebb honfitársaink egészségének védelme érdekében mindenki tartsa be a szabályokat, a fiatalabb honfitársainkat pedig megértésre kérjük, illetve kérjük, hogy türelmet is tegyenek. Köszönjük! És akkor jöjjenek az elmúlt 24 óra intézkedési adatai. A tegnapi napon összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 294 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta ez idáig összesen 7826 személlyel szemben intézkedtünk a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A tegnapi napon 260 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a nyilvános helyeken. Az elmúlt napon a tömegközlekedési eszközön, a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein, a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárlóközpontok területén is ellenőriztük a maszkviselési kötelezettséget. Tegnapi napon 34 személlyel szemben intézkedtünk meg, megszegték ezt a szabályt, és nem vagy nem megfelelő módon viselték a maszkot. A vendéglátó üzletekben a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása mellett tapasztaltuk azt is, hogy az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve egyes üzletekben, létesítményekben, szolgáltatási helyeken a nyitvatartás tilalmára vonatkozó szabályokat ismételten az üzemeltető nem tartotta be. Az elmúlt napon a rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként kettő esetben döntöttek vendéglátó hely, illetve szolgáltatási hely ideiglenes bezárása mellett, így a jogszabály hatályba lépése óta ez idáig 73 üzlet, létesítmény, illetve szolgáltatási helynek a bezárásáról hoztak döntést. A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig 476 rendőri intézkedést kezdeményeztünk. Ebből az üzemeltető vagy a tulajdonos által elkövetett szabályszegések száma 119,
Az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve egyes létesítmények nyitvatartás tilalmára vonatkozó szabályszegések száma 357. A tegnapi napon a Csongrád megyei rendőrfőkapitányságot szolgáltott teljesítő munkatársaink hatósági ellenőrzés keretén belül Makón az egyik vendéglátó üzletet ellenőrizték, ahol azt tapasztalták, hogy a söröző a vendégek számára nyitva volt, ott vendégek tartózkodtak és ételt és italt is fogyasztottak, ezért a szabályszegőkkel szemben szabálysértési szankciót alkalmaztak, illetve a söröző 31 napos bezárásáról hoztak döntést. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kelleméren intézkedtek rendőreink, ahol az egyik presszó hatósági ellenőrzése során azt tapasztalták, hogy a vendéglátó üzletnek az üzemeltetője egy játékversenyt rendezett, és ott szeszes itallal szolgálta ki a résztvevőket. Természetesen itt is rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként a presszó bezárására intézkedtek. Az elmúlt 24 órában is ellenőriztük a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok, a gyülekezés, illetve a csoportosulás tilalmára vonatkozó rendelkezések betartását a közterületen. Az elmúlt 24 órában összesen 324 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a november 4-i kijárási korlátozás, illetve a november 10-én 24 órakor hatályban lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta összesen 5954 személlyel szemben intézkedtünk a kijárási tilalom, illetve a kijárási korlátozás megszegése miatt. Ellenőriztük továbbá Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok betartását is. A koridorokon a tegnapi napon 41 rendőri intézkedést hajtottunk végre, így a beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet szeptember 1-i hatályba lépése óta ezidáig 6344 rendőri intézkedést hajtottunk végre tranzitálási szabályok megszegése ügyében. Az elmúlt 24 órában a hatósági házi karantén helyszíni ellenőrzéseink száma 16078, így az elmúlt 24 órában elrendelt hatósági házi karanténok száma 6107, így az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 41557-es. És a elektronikus ellenőrzés szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók száma mai napon 3894. És a végére a koronavírus járványa összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma tavasz óta 484, ezekben a büntetőeljárásokban ez idáig 97 gyanúsítottat hallgattunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm, alezredes úr. Most az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatban kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tiszti főorvosasszony tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az elmúlt napon 3929 újabb fertőzöttet regisztráltak a laboratóriumaink, illetve a gyors teszttel végzett egységeink. Tehát immáron megnövekedett ismételten az újonnan detektált fertőzöttek száma. Az összes a járvány alatt detektált pozitív személyek száma 181.881 fő. Az aktív betegek, akiket nyilván tartunk a mai napon, 133.853 fő országosan. A területi megoszlás azonban eltér egymástól, értelemszerűen a korábbi tapasztalatainknak is megfelelően a főváros Pest megye érintett a leginkább, ezt követik a különböző megyék sorjában. Településeink 91%-ában már jelen van igazolt fertőzött személy. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy a többi településen nem lehet fertőzött személy, de laboratóriumi vizsgálattal 91%-nál igazoltuk a településeinken jelenlévő fertőzött jelenlétét. A területi eloszlásnál, mint említettem, Budapesten az aktív, jelenleg aktív fertőzöttként nyilvántartott személyeknek a száma a fővárosban 29.240 fő, Pest megyében 19.191 fő. Ezt követi Győr-Moson-Sopron megye 9.824, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7056, Szabolcs-Szatmár megye 6846,
Hajdú-Bihar megye 6719, Bács-Kiskun megye 6133, Veszprém megye 5430, Vas megyében 4701, Csongrád-Csanád megyében 4495, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4160, Fejér megyében 4123, Békés megyében 3822, Baranya megyében 3797, Heves megyében 3596, Komárom-Esztergom megyében 3583, Nógrád megyében 3382, Zala megyében 3360, Somogy megyében 2423, míg Tolna megyében 1972 aktív fertőzött személyt tartunk nyilván. A megyei eloszlásról már régebben adtunk tájékoztatást, ezért a mai napon ezt megtettük. Láthatjuk, hogy jelentős különbségek vannak az egyes megyék között. Nyilvánvalóan a lakosság népesség sűrűsége is ehhez hozzájárul, és más egyéb tényezők is, az, hogy egy megyén belül hogyan áll az aktív fertőzött személyeknek a száma. Az elmúlt napon sajnos 100 feletti elhunytat regisztráltunk. 117 embertársunkat veszítettük el az elmúlt napon. Szintén elmondhatjuk azt, hogy nagyon széles az életkori kiterjedése, az életkoruk ezeknek az elhunytaknak, hiszen 33 évtől 101 éves korig terjed. Ez különböző mértékben érintettek, de krónikus megbetegedésekkel, de azt mondhatjuk, hogy a legtöbbjüknél nem is egy, hanem több krónikus vagy egyéb súlyos megbetegedés fellelhető volt. Kérem, fogadják a hozzátartozók részvétünket. A fertőzöttek száma mellett egy rendkívül fontos adat, hogy hány főt ápolnak intézményeinkben. Jelenleg 7598 fő koronavírusos beteget ápolnak egészségügyi intézményekben, akik közül 638-an lélegeztetőgépen vannak. Láthatjuk, hogy ezek a számok nehezen csökkennek, enyhén emelkedő tendenciát mutatnak, de talán már nem exponenciális mértékben. Zajlanak a célzott tesztelések hazánkban. Tudjuk azt, hogy a szociális intézményekben dolgozók, az egészségügyi intézményekben dolgozók és a pedagógusok, óvodapedagógus, iskolapedagógus tesztelése zajlik, és a bölcsödékben is. Ezekben az intézményekben munkavállalók mindegyike számára a lehetőség biztosított arra, hogy éljen ezzel a tesztelési lehetőséggel. Tehát nem csupán a felsorolt munkakörökben dolgozók, hanem bármilyen egyéb munkakörben, aki ezekben az intézményekben dolgozik, az ő számára is biztosított a tesztelési lehetőség, amennyiben élni kíván vele. Maga a gyors tesztnek az elvégzésé egy rövid 15-20 perces folyamat, és mint korábban tájékoztattuk önöket, az egyetemisták jelentős szerepet vállalnak ezeknek a lebonyolításában. Ők orvostanhallgatók, illetve más egyetemre, műszaki egyetemre is járhatnak. Magát a teszt
mintavételt a teszthez, az orvostanhallgatók végzik, a műegyetemisták pedig ezeket a gépkocsikat vezetik, amivel elérik az intézményeket, ezek a tímek, ezek a kis csoportok. Természetesen nagyon fontos az adminisztráció is, hiszen tudjuk jól, hogy pozitív teszteredmény esetén már is pozitív személyként PCR-ral igazolthoz hasonlóan kezeljük ezt a személyt, tehát rögtön el kell őt különíteni, és jelentkeznie kell a házi orvosnál a további teendők meghatározása érdekében. Természetesen a mintavételhez ugyanazon egyéni védőfelszerelések biztosítottak a hallgatóink számára is, hiszen ez természetes, hogy látjuk azt, hogy még ha kis százalékban is 1-1.5%-ra teszik máshol külföldön elvégzett hasonló tesztelésben résztvevőknek a pozitivitási arányát, de azért előfordulhat, és nyilvánvalóan mi is fogunk majd találni pozitív szemét, ezért az egyéni védőruha számukra is szükséges és biztosított. Említette ezredes úr az időseknek a védelmét kellő részletességgel. Én azzal szeretném csak kiegészíteni ezt, hogy változatlanul érvényes az, hogy az idősek védelme érdekében ők, ha lehetséges, akkor egyáltalán ne menjenek zsúfolt helyekre. Kérjék meg a hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy vásároljanak be helyettük, intézzék el a gyógyszereiket, biztosítsák a számukra az elérhetőséget, de hogyha nincsen más lehetőségük, akkor ebben a védett idősávban menjenek a drogériába, élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba, hiszen ez kizárólag az ő számukra biztosított. Természetesen megvan a lehetőség egyéb időpontokban is, de ekkor már minden korosztály előfordul ezekben az üzletekben, illetve egységekben, ezért nem javasoljuk, hogy ekkor vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, de nem is tiltott számukra. Kérem szépen, hogy ennek a szabályozásnak is a lényegét lássák meg. Ez az idősek védelmében az ő védelmüket szolgálja, úgyhogy ezzel a lehetőséggel éljenek. Ezen túl pedig kérem tisztelettel minden korosztálynak a türelmét, hogy megértéssel kezeljék ezt a rendelkezést, hiszen azt hiszem, hogy minden családban van olyan idős ember, akit szeretnénk védelmezni, óvni, hiszen ne felejtsük el, hogy ő náluk gyakori a krónikus megbetegedés, tehát egyértelműen a magas kockázatú csoportok közé tartoznak, akik egy fertőződés esetén esetleg szövődménnyel tudnak csak gyógyulni, vagy hosszabb ideig tart a betegség lezajlása náluk. A tesztre visszatérve egy pillanatig, kérdezték sokan, hogy hogyan értékelendő ez a teszt. Ezeken a gyors teszteken, amelyek antigén kimutatáson alapulnak, tehát jellemzően a vírusnak egy fehérjéjét mutatjuk ki, két csík van. Az egyik az általában C betűvel jelölt, ez a kontroll csík, míg van rajta egy másik, a T elnevezésű, ez a maga a teszt csík, és hogyha természetesen mind a kettő elszíneződik, tehát pozitívvá válik, akkor ez az eredmény bizony sajnos pozitív, tehát fertőzöttnek minősül ez a személy. A kontrollcsíknak mindig meg kell jelennie, hiszen ahhoz hasonlítjuk magát a tesztcsíkot. Tehát, hogyha a C vonal
nem színeződik el, akkor nem értékelhető az a teszt, ez is előfordul. És nyilvánvalóan akkor sem értékelhető, hogy a semmilyen elszíneződést nem tapasztalunk, tehát sem a C, sem pedig a T vonal nem mutatja az elszíneződést, akkor meg kell ismételni ezt a tesztet. Hogyha viszont a C vonal elszíneződik, a T viszont nem, akkor egy negatív eredménnyel állunk szemben. Tehát ezek így értékelendők, ezek a tesztek. A szennyvíz vizsgálataink is zajlanak folyamatosan. Láthatják a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a honlapján, ott hétről hétre megjelenítjük az adatokat, amiből következtetünk arra, most már úgy gondolom, hogy magyar tapasztalat is kellő mennyiségben rendelkezésre áll. Érdeklődnek is a külföldiek a vizsgálataink iránt, mert egy nagyon megfelelő, helyes, jó módszertant sikerült kifejleszteni kollégáimnak, Pándics Tamás főorvos úr segítségével a Népegészségügyi Központban. És láthatjuk azt, igazolódott az a tény, hogy a szennyvízben mért vírus örökítő anyag mennyisége egyértelműen mutatja a várható fertőzötteknek a számát. Úgy azt látjuk a saját adatainkból, hogy ez körülbelül 4-5 nap múlva jelentkezik. Tehát egy jó indikátor, egy jó mutató arra nézve, hogy körülbelül mire számíthatunk a szennyvízvizsgálatokat követő nagyjából egy héten belül. A jelenlegi adataink azt mutatják, hogy a 47. hét mérési eredményei alapján Békés Csabán, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron emelkedett a szennyvízben a vírus örökítő anyag mennyisége. Ez azt jelenti, hogy ezeken a helyeken nagy valószínűséggel még további pozitivitásra, fertőzöttek számára, emelkedő számára kell számítanunk. De természetesen ez csak ilyen helyen indikátor, egyfajta mutatószám, hiszen említettem, hogy már településeink 91%-ában igazoltan jelen van a vírus. Kecskeméten és Szolnokon mértünk egy kicsit csökkenő tendenciát. Úgyhogy változatlanul érvényesek azok a higiénés szabályok, mert mit tudunk tenni? Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy továbbra is be kell tartanunk szigorúan a bevezetett intézkedéseket, mert egyáltalán nem látjuk még azt, hogy itt tetőznénk. Láthatjuk, hogy a kórházban ápoltak száma magas. Kérem, hogy a fegyelmezett magatartásunkkal szolgáljuk mi is azt az áldozatos, megfeszített munkát, amit egészségügyi intézményeinkben az egészségügyi és más dolgozók végeznek az egészségügyi ellátó rendszer működő képességének a fenntartása, a folyamatos fenntartása és a betegeknek a mindenkori magas szinten történő ellátása továbbra is cél kell, hogy legyen, hiszen a járvány változatlanul zajlik, a vírus mindenhol jelen van. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, tiszti főorvos asszony. Ahogy már megszokhatták, az újságírói megkeresésekkel folytatjuk. A Kisalföld kérdésével kezdjük. A pedagógusok körében is elkezdődött a tesztelés. Az első gyors teszt eredmények mit mutatnak? Milyen további intézkedésekhez adnak ezek támpontot? Valóban elkezdődött az önkéntes célzott tesztelés a pedagógusok körében is, de hangsúlyozom,
hogy egy-egy oktatási nevelési intézményben, és értem ez alatt az egészségügyi intézményeket is, szociális intézményeket is, nem csak kifejezetten ezekre a munkakörökre fókuszálunk, tehát aki ezekben az intézményekben dolgozik, ők mindnyájan igénybe vehetik ezt a lehetőséget. Minden nap elvégezzük bizonyos intézményekben, illetve az egyetemi hallgatók elvégzik ezeket a vizsgálatokat. A szociális, illetve az egészségügyi intézményekben az intézményi dolgozók maguk természetesen ezeket el tudják végezni. Kell, hogy lássunk egy adatsort, ezért hetente fogjuk közölni az addig feltárt eredményeket. A hetente történik egy összegzés, amit majd közkincsé teszünk, és tájékoztatni fogjuk önöket. A Nógrád megyei hírlap megkeresése. Az egyik ismert magyar énekes arról számolt be tegnap a Facebookon, hogy 11 nap után hazaengedték a kórházból, ám az utolsó tesztje még mindig pozitív. Ilyen esetekben milyen további karanténszabályok vonatkoznak a betegekre és a velük egy háztartásban élőkre? Mindenek előtt hadd fejezzem ki az örömömet, hogy az énekes hazatérhetett. Valóban szívből örülök neki. Ő az egyik jelképévé vált annak, hogy milyen megfeszített, nagyszerű munkát végeznek az egészségügyi dolgozók. Én üdvözlöm, hogy az egészségi állapota ilyen jóra fordult. És a kérdésre rákanyarodva, a lényege a folyamatnak az, hogyha valaki már az egészségi állapotánál fogva nem igényel további kórházi ellátást, akkor nyilvánvalóan hazatérhet az otthonába. Feleslegesen fekszik a kórházba, hogyha nincs szüksége már olyan ellátásra, olyan kezelésre, ami kizárólag a kórházban nyújtható. Ilyenkor hazaengedik a beteget, de természetesen még ugye ebben az esetben is a pozitivitása, illetve a vírus ürítése az még fennállhat. Korábban említettem, hogy ha enyhén zajlik a betegség, és már valaki 3 napja tünetmentes, a tünetek kezdetétől számított 10. napon ő már nem ürít vírust, nem hordozza, nem fertőző, nem jelent semmiféle veszélyt a környezetére nézve. A WHO egyébként 8 napban határozta meg ezt az időpontot. Ebben az esetben, és azokban az esetekben, amikor kórházi kezelésre van szükség, akkor nyilvánvalóan valami miatt súlyosabban zajlik a betegség. Ilyenkor egy utánkövetés következik, nyilvánvalóan követjük az egészségi állapotát a hazatérő betegnek, és még előfordul, hogy hosszasan is pozitív lesz, de már fizikailag teljesen meggyógyult. Ebben az esetben, hogyha súlyosan zajlik a betegség, és még sokáig detektálhatjuk tulajdonképpen a vírus örökítő anyagát, számos esetben látjuk azt, hogy egy pozitív, egy negatív lelet még rendelkezésre áll. Természetesen a kezelőorvosnak ítéletével, döntésével, egyetértésben, de hogyha teljesen tünetmentes, akkor 21. napon ő egészségesnek minősül, ha más egyéb betegsége ezt nem gátolja. Maga a pozitív PCR vizsgálat önmagában jellemzően a diagnózishoz segít hozzá minket, de a felszabadítás tényét már jelentősen ebben az időszakban nem befolyásolja. A Hajdú-Bihari Napló kérdezi, a gyógymasszőröknek, csontkovácsoknak milyen intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a vendégeik védve legyenek a koronavírus ellen a kezelés alatt? Ezekben az esetekben maga a szolgáltatást nyújtó, illetve a szolgáltatást igénybe vevő van jelen ezekben a helységekben.
Tehát ezeknek a működése megengedett. Ugyanakkor fokozottan be kell tartani a higiénés szabályokat. Az alapvető tény és elvárás, hogy mindkettő egészséges legyen, tehát tüneteket nem mutató személy veheti igénybe a szolgáltatást, és természetesen a szolgáltató is legyen egészséges. Egy folyamatos felületfertőtlenítést kérünk szépen, tehát a szokásos, gyakran érintett helyek és maga a kezelő egység, az ágy és egyebeknek a felületfertőtlenítése. A belépéskor pedig javasoljuk a kézfertőtlenítést, és természetesen a szolgáltató esetében pedig a gyakori kézfertőtlenítés igénybevételét. Azt javaslom, hogy a szolgáltató viseljen maszkot, és ebben az esetben, tehát például gyógymasszőr, csontkovács esetében jó, hogyha a szolgáltatást igénybevevő is maszkot visel. Érkezett kérdés azzal kapcsolatban, hogy a járvány kezdete óta eddig összesen hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg? Magyarországon a nemzetközi adatokhoz képest ez egy rendkívül kedvező szám. Az egész járvány időtartama alatt az összes fertőzöttnek 2,6%-át teszik ki az egészségügyi dolgozók. Jellemzően ez általában 10-15%-ot szokott jelenteni a világban. Ez arról tanúskodik, hogy nagyon fegyelmezetten a teljes munkavégzés időtartama alatt viselik az egyéni védőfelszerelést az egészségügyi dolgozók, és tudjuk nagyon jól, hogy ez milyen többletterhelést jelent számukra egy-egy műszakban. Minden elismerésem és köszönetem őket illeti. Az RTL kérdezi, mi az oka, hogy az idősek vásárlási sávját úgy hozták vissza, hogy az csak a fiatalabbakat korlátozza, az idősek bármikor vásárolhatnak? Egy picit megfordítanám ezt a kérdést. Nem a fiatalokat korlátozzuk, az időseket védelmezzük, és ehhez kérem mindenkinek a megértését. Tehát a felajánlott, illetve biztosított idősávban az időseket várják ezek az egységek, üzletek, gyógyszertár, drogéria. Ekkor csak ők vásárolhatnak, tulajdonképpen megvédjük őket, hiszen ők a védelemre szoruló kockázati csoport. Ekkor tisztelettel kérjük, hogy az egyéb korosztályhoz tartozók, itt nem fiatalokról, idősekről, középkorú, hanem bárki más, aki nem a 65 év feletti korosztályba tartozik, legyenek türelemmel, hiszen az idősek között mindenkinek ott van a szülője, nagyszülője, dédszülője esetleg, de mint említettem a tájékoztatómban, ez egy lehetőség, hogyha lehetséges, akkor az idősek inkább kérjék meg a családtagjaikat, hogy vásároljanak be helyettük. Ez mind arról szól, hogy ők ne legyenek kitéve kontaktusoknak olyan elvileg tünetmentes, de fertőző személlyel történő egy légtérben lévő zsúfoltságnak, ami az ő egészségüket veszélyeztetné. Kérem szépen a türelmet az egyéb korosztályba tartozóktól. Szintén az RTL megkeresése, miért nem tették kötelezővé a bölcsődei és óvodai dolgozók, valamint a pedagógusok számára a tesztelést? Nem gondoljuk, hogy a tesztelést kötelezővé kellene tenni. Ez egy egyéni választás, egy döntés lehetősége. Felajánljuk és javasoljuk, hogy vegyék igénybe, és nem csak az említett munkakörben, hiszen ezt most már többször elmondtam, hanem ezeken a helyeken dolgozók számára ez a lehetőség nyitott. Egy kicsit a népegészségügyi szűrővizsgálatokhoz tudnám hasonlítani.
ott is kínálunk egy lehetőséget annak felfedésére, hogy valaki hordozza-e a betegséget, esetleg már a betegség tünetei mutatkoznak, de valami miatt még ezek nem kerültek felfedésre. Itt is erről van szó. Biztosítjuk a lehetőséget, és kérem, hogy éljenek vele. A kötelezőség az egészen más esetekre vonatkozik. És végezetül a HVG kérdése. A mostani számok ismeretében elegendő-e a meglévő intézkedések fenntartása, vagy további szigorításokra van szükség? Látják azt, hogy azokon a számadatokon túl, amit önökkel naponta ismertetünk, számos más egyéb számadat, elemzés, járványgörbe vizsgálat, mindenféle egyéb körülmény előtérbe kerül, megtárgyalásra kerül, az operatív törzs figyelemmel kíséri mindenki a saját szakterületén a változásokat, a járvány dinamikáját, a fertőzöttek számát és minden más egyéb tényezőt. Említettem, hogy nagyon fontos a döntések meghozatalánál az egészségügyi ellátó rendszernek a terheltsége is például, de számos más egyéb szempontot is figyelembe veszünk. Az operatív törzs megfogalmazza a javaslatait, és természetesen a kormány dönt. A holnapi kormányülésen vizsgálják ismételten felül ezeket a döntéseket, hiszen eltelt 2 hét attól számítva, ahogyan bevezetésre kerültek a jelenleg érvényben lévő szabályok. Úgyhogy a holnapi napon meg fogják tudni, hogy milyen döntések születtek. Mai tájékoztatónk végén köszönjük szépen a figyelmüket. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!